Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma beszélni fogunk egy újításról. Széveklemon, ugye, új vadon lett, mint tudjátok, és azt is tudjátok, hogy lehet Endless ládákat találni, meg Fly jogokat, ugye hármat lehet, ó, és itt egy láda. És megtaláltuk az Endless, na gyerekek, ennyi lett volna a videó, én inkább elmegyek, és akkor kihasználom az Endless rangomat, nem amúgy. Szóval igen, itt van, itt a bizonyíték, hogy lehet találni, és sok ember azt mondta, hogy csak kamusztam. Nem, tényleg el vannak elítve. Három darab láda van Endless-ből és három darab van Fly-ból, de a Fly-ból már egyet megtaláltak. Szóval már csak kettő van. És a Fly-t könnyen megtalálni, hisz ugye egy csirke szoborban van elrejtve. Amit képen tudtok megnézni, a Facebook oldalunkra, ha oda mentek, akkor ott találhatok képek, és meg lehet ezeket nézni. Szóval igen, itt az Endless láda az egyik. Ugye ezt nem fogom egyértelmű kivenni. És ha verjük, hogy per spawn, akkor az új vadon itt lesz elérhető. Itt van a új vadon. Ugye van egy ingyenes, ahol semmit nem lehet találni, szóval semmit. Itt lehet a fly jogot találni, a közepes, hát a közepes random tépén, ugye 10x10-es, majd 1000. És ugye 100x100-as. Szintén 1000, 1 millióba kerül, 100 000-be. Ez ugye már hatalmas. És akkor itt vannak a fly ládák, ugye. Nekem azért nem jelzi ki, hogy megtalálták, mert így tulajdonos vagyok, de ott nektek kijelzi, hogy már megtalálták a harmadikat. Szóval nem kell parázni, azt már nem lehet megtalálni. Viszont az a lényeg itt nekünk, hogy igen, ott lehet, hogy milyen területen tudod megtalálni a kettő dolgot. Az Endless ládát meg csak egy ládába találod meg. A flight meg egy csirke szoborba, és ott belül egy ládába. Na mindegy, igazából így tudtok ingyen Endless szerezni, eddig senki nem találta meg, pedig már ez a rendszer lassan bent van, hát olyan 10 órája van bent. Szóval higgyétek el, nagyon nehéz ezt megtalálni, de próbálkozzatok, minél többen próbálkoztok, annál nagyobb az esély, hogy valaki megtalálja. Mindegy, én Alex voltam, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik ez a lehetőség nektek, és gyertek fel a Széveklemonra játszani, az IP a leírásba. 1.8-al gyertek, vagy a feletti verziókkal, 1.12-ig. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, sziasztok!